Az előző részek tartalmából. Sokat tanakodtam ám. Min? Egy rodeós ulin. Beválhatna. Valakinek vigyáznia kell rá és Rózra. A lányára. Ó, szóval nem szólt róla. Igen, aki összeáll Stevie-vel, rögtön kap egy kész családot. Nagyszerű érzékem van a lehető legrosszabb pasik kiválasztásához. Legalább jó vagy valamiben. Mi ez? Ez egy fekete opál. És hogy kerültek a pincénbe? Ott rejtettem el. Várom az alkalmat, hogy eladjam. Szóval a tiéd? Igen, megérdemlem, a jogos jussom. Ha tönkre megyünk, az én hibám lesz. Dehogy, az üzleti érzékemmel és a szakértelmeddel tökéletesek leszünk. Tudod, nem szeretem nagy táblákon hirdetni a nevemet. Ezt hívják reklámnak. Tudod, ha tegnap átjöttél volna, most minden másképp lenne. Közöttünk semmi sem változott, Nick. Épp ez az én bajom. Semmi sem változott. Te egy kicsinyes, fukar, pénzsóvár, marhabáró vagy. Akkor mit szólsz hozzá? Végül. Csak hogy el sem kezdődött. Ó, remek, ebben egyetértünk. Behódolsz. Csak igazságos akarok lenni. És szeretnék elfeledkezni róla. Beutazott a városba, Tess. Jó ideig nem várjuk haza. Mikor mentem? Épp, hogy elkerülted. Gondoltam, elég ajándékot kap Charlott. Köszönöm. Tetsz. Most hülyeskedsz. Egész délután a tükör elé tuszkoltad a borjút. Láttam a tévében, most már tudjuk, hogy a teheneknél is beválik. Azért ez nem volt elég. Tudjátok, egyfolytában beszéltem hozzá, míg nem odafutott és szopni kezdett. Nem semmi. Nézzétek a pihenőt, mintha ide jönnének szaporodni. Terrynek igaza volt, itt mindenki megáll. És vasárnap van, mindenki korán jött. Szegény Terry, alig győzheti. A legjobb helyet akarják. De csalódás éri őket. Sose bízz egy idegenben. Egy országot eladni olyan, mint birtokot venni, minden a helyzeten múlik. De te még sosem vettél birtokot. Hát az meg lehet, de ismerem a szabályokat. A csordánk egy vízközeli helyen fog várakozni a vásáron. Ha beugrok szendvicset venni, kitúrhat minket egy luxus felszerelésű csodapalota? Hát ez mi? Minek néz ki? És mit csinálsz vele? SMS-ezek Craig-el a vásáromban. Én úgy értettem, hogy honnan szerezted. A múlt héten vettem Fisherben. Tök klassz, nem? Én nem fizetem a számláját. Nem is kértelek rá. Ó, kérlek. Ne csináld ezt velem. Segíthetek? Nem jön le a tanksapka? Igen, ez a vacak tiszta rozsda, de ez volt az utolsó bérautó. Jól van, hátrébb az agarakkal. Tipikus vasárnap, mindenki rohan. Van csavarkulcsa, vagy más, amivel meglazíthatom? Már annak is örülök, hogy kerekeim vannak. Ó, az én kocsimban van valahol. Ó, nem akarom feltartani. Én nem rohanok sehová. Igazán kedves. Köszönöm. A licitálás csak délután kezdődik. Ó, ha vásárolni akar. Hadd várjon. Egy lány mindig hordjon magával csavarkulcsot. Ájjaj, otthon felejtettem az enyémet. Mi tartott eddig? Hé, hosszú volt a sor. Azt akarod, hogy éhen halljak? Kifizetted a benzint? Igen, még szép. Jól van akkor. Indulás. Megcsináltad? Mit gondolsz? Ügyes voltál. Ó, megkönnyítette a dolgomat. Gyere ide. Oh, micsoda ostobaság. Jellemezhet egy könyvet a borítója? Hogy ismerhetünk ki valakit a cipője alapján? Ez nem ostobasága. Cipő árulkodik a gazdájáról. Csak hogy itt mindenki csizmát hord. Akkor tiszta vagy piszkos? Kerekorrú vagy szögletes, és a főszabály, sose bíz kubai sarkú cipős pasiban. Ó, na hát itt is azt írják. Ha olyat keresel, aki kitartó, segítőkész és jószívű, akkor keres tiszta, kerekorrú csizmát. Mik olyat hord? Ó, észre sem vettem. Na persze. Na és mit árul el rólam a cipőm? Hogy nagyon keményen dolgozol. Na hát, azért jobb lesz, ha kicsit igyekszem. Valami nem stimmel. Ó, nem. Ne. Ne, kérlek, ne.
Ez nem jelent jót. Magyar hangok. Orosz Helga, Urbán Andrea, Németh Borbála, Hass van der Péter, Bozsó Péter, Andres Kati. MacLeod lányai. Mennyi az idő, Jody? 5 perccel több, mint legutóbb volt. Most sincs térerő? Semmi. Itt aztán sok hasznát vesszük a mobilodnak. Kár volt megvenned. Te meg miért béreltél rádió nélküli kamiont? Talán mert nem volt más választásom, nem igaz? Test, én nem tehetek róla, hogy lerobbant a kocsi. Tudom, ne haragudj. De hogy ez pont ma van. Na jó, figyelj, kicsit arrébb megyek, hát ha ott lesz térerő. Ez nem a maga napja. Nos, lehetne rosszabb. Ért valamit a motorokhoz? Megnézte az olajszintet? A vizet? Igen. És tudja, hogy elég benzinünk van. Nagyon sajnálom, de ezzel kifogytam az ötletekből. Szeretné, ha visszaszólnék a pihenőbe? Igen, remek lenne. Tudja mit? Az én kocsim üres. Elvihetném a csordát a vásárra. Ó, nem. Azért köszönöm. Nincs mit. De úgy legalább beérne a délutáni árverésre. Biztos, hogy nem jár túl sok fáradtsággal. Örömmel segítek. És utána jöhet a vásárra, ha megjavították a kocsiját. Rendben van. Ez nagyszerű, és méltányos árat fizetek érte. Megelégszem egy kávé.